köszönni ki fog. Na, vagyis aki még ezt ahol árnyék van, meg még lesz is. Sokáig. Meg nagyon ne is menjen oda a por be, hogyha kinyitom az ajtót, ablakot. De jó hűvös van itt. Na jó, most már nem, mert most már éri a nap azt a falat. De amíg nem ér oda a nap, addig így látszik, hogy nincs magasan a kilincs, és ugye ez még nem a padlószint, ahol állok, hanem ez még feljebb lesz. Tehát így akkor azt mondom, hogy jó ez a kilincs magasság, csak hát ez meg még magasabban van, ugye erről reggeltem korábban. Majd kezdek vele valamit elméletileg. Na, engedjünk be akkor egy kis meleget. A kályhát kéne felkarcolnom ide, berajzolnom a helyét, de mivel még néhány alapanyag úton van, úgy tudok neki kezdeni, mert nem nagyon van mivel. Úgyhogy addig arra gondoltam, hogy gerendáznék egy kicsit. Majd mindjárt mondom, csak előbb akkor befejezem az előző gondolatot, hogy a tetőhéjazat, amit a tetőhéjazat alatt, amit kialakítottam, ugye szellőző részt, az a szellőző csatorna, az nagyon jól kihúzza a meleget a cserép alól. Tehát azért mondom, hogy amíg nem ér ide a nap, a tetőt folyamatosan éri egyébként a nap, mert ez a két fal, ami itt van az épület előtt, ez esetleg itt a déli tetőpalásnak az alját árnyékolja le egy kicsit, de azt is nagyon minimális mértékben, tehát folyamatosan tűzi a tetőt a nap. Ennek ellenére addig, amíg nem süti ezt a falat a nap, addig hál' Istennek nagyon jól tartja a hűvös időt, ráadásul most úgy, hogy éjszaka nem is voltak nyitva az ajtók, ablakok, mert úgy volt elméletileg ugye, hogy vihar, meg eső, meg stb. Úgyhogy bezárkóztam, tehát nem is szellőztettem az épületet át este. Úgyhogy azt kéne nekem kitalálni, hogy ezt a bizonyos, hát csak a tűzfal részét hogyan tudnám leárnyékolni, vagy valamit csinálni vele, hogy a nap ne érje. Mert ugye elméletileg ide jön majd a téli kert, hát normál esetben azt tudom majd árnyékolni, az volt a terv, hogy szőlővel, de hát itt nálam nem terem meg. Egyszerűen én már abban nem bízok, nem is fogok vele kísérletezni, itt akkor lesz ezen a portán csak gyümölcs, hogyha én veszek a boltba, aztán hozok fel. Szóval elméletileg az lett volna jó nyári árnyékolásnak, meg gyümölcsöt is ad, mint ahogy régen a lugosokat használták. Na mindegy, valami árnyékolást ki kell találni majd itt a téli kertnek, de a tűzfalat az akkor is szabadon maradt, tehát a tűzfalat akkor is fogja érni a nap. Tehát hogyha már azt le tudnám még pluszban árnyékolni, akkor itt maradna elég jó hűvös napközben is, amikor ilyen kutyamelegek vannak, akkor is. Na de a mai projekt, ezek a gerendák, amik a félgalériát fogják tartani, ezek csak lelettek szabva, de nincsenek a helyükre fixen lecsavarozva, pontosan azért, mert még ezek nincsenek lecsiszolva. Úgyhogy addig, amíg a kályhához nem tudok hozzákezdeni, meg még egy kicsit ötletelek ezzel kapcsolatban, addig ezeket fogom megtenni. Erre úgyis el fog menni bőven az idő, tehát ezzel fogok akkor most játszadozni egy kicsit. Melyikkel is kezdjem? Hát kezdjük ezzel a szélsővel. Ugye ez majd még ide fog jönni, oda kell majd rögzíteni, de azt majd fixen kell becsavarozni, nem ilyen papucsok segítségével. Bár még talán van ilyen papucsom, úgyhogy még akár azt is lehetne, hogy hát mondjuk akkor az egyik fület le kell vágni, és akkor úgy rögzíteni valahogy. Azt is lehetne amúgy. És akkor nem pusztán csak így oldallal oda csavarozni a falnak. Majd még ezt meglátom. Az a lényeg, hogy most ezeket le kell csiszolni. Talán itt tovább lesz árnyék.
Ez az ére egy kicsit sérült. Ezt kéne berakni a falhoz akkor. Nézem azt, hogy melyik legyen az alja meg a teteje. Ugye a tetejét nem kívánom lecsiszolni, úgyis rámegy a padló. Mit csiszoljak ott? Fölöslegesen ne dolgozzunk. És akkor melyik simább, melyik nem. De hát pont ez a rész, ami sérült, viszont ez a rész a simább. Na mindegy, ezt kibírjuk így. Hát zenét hallgatni most így nem fogok. Esetleg rádiós fülessel tudnék. Tisztességes darab fát is. Úgyis közeleg a tél. Egyre hidegebb van, úgy érzem. Na hát, folytatása következik. Kellemes az időnk. Igazság szerint erre várok, hogy száradjon. Majd ezt fogjátok később látni. És akkor a változatosság kedvéért lehet azt is csiszolgatni. De még a legnagyobb meleg ellenére is azért, ahol vastagabban kentem ki, ott azért még egy kicsit nedves, úgyhogy várni kell vele. Szóval, mint látjátok, gipszkarton lett belőle, úgyhogy úgy döntöttem, nem foglalkozom vele. Mert az, az igazság, hogy köcsök kályha építése, azért igyekszik az ember végig gondolni, ha már egyszer belevág, hogy ne kelljen tényleg esetleg újra lebontani, aztán újraépíteni, hogy valami hülyeséget ne csináljon, laikusként is. Tehát így, ha az ember nem kályha építőmester, akkor meg pláne. És nem gondoltam volna, hogy én a samot habarcson, mármint hogy a habarcson fogok majd fennakadni, meg elakadni, hogy azt olyan normálisat nehéz szerezni, mert olyan szintű anomáliák vannak a piacon is, a gyárilag kevert habarcsokat tekintve, hogy ez olyan elképesztő. Tehát nyilván ez meg se fordul a fejembe, hogy én magam kikeverjek agyagból, homokból, különböző agyagokból, meg különböző homokokból egy megfelelő normális minőségű habarcsot, mert hát az a kályhás is, aki mondjuk már évtizedek óta csinálja, amit csinál, azért néha annak sem sikerül eltalálni a megfelelő arányokat, hát akkor még én, hogy ők ahhoz. Szóval eleve azon a vonalon indultam el, hogy inkább legyen bóti, előre kikevert, és akkor már csak vízzel fel kell ugye hígítanom, pihentetnem, és aztán mehet egyből a téglák közé. Viszont olyan szintű dezinformáció van ezzel kapcsolatban a piacon, akárhány termék, annyiféleképpen írják, mondják, javasolják. Egy termékről beszélünk, akkor is annyiféleképpen írják, mondják, javasolják, és a gyártónak a saját oldalain is vannak olyan szintű ellentmondások, hogy hihetetlen, és az ember egyszerűen laikusként nem tud eligazodni rajta. Úgyhogy mondom, én nekem ez meglepetés, hogy a habas téma az, ami ennyire kifog idegileg
tikkasztani, ismeríteni, és ezért stagnál annyira a dolog, hogy már úgy voltam vele, hogy nem érdekel a CK-lap se a betonit lap, mert ugye azt itt a környéken nagyon nem lehet kapni sem, úgyhogy én meg azért nem fogok rendelni, meg kockáztatva azt, mert az elég törékeny és nehéz, szóval ebből adódóan nagyon könnyen el tud törni és el tud repedni. Úgyhogy nem is kockáztatok szállításra se semmivel, akkor visszatértem az eredeti vonalvezetéshez, amit beszéltünk az off-gridben, hogy marad a gipszkarton, és akkor addig is mondom, hogy legalább érezem úgy, hogy csinálok valamit, legalább, hogy haladok, akkor ezt megcsinálom. De hát ezt tegnap délután hoztam, tegnap késő délután hozzákezdtem, aztán már kész is van. Most meg a habarcs, sikerült úgy tűnik találni olyat, ami rendben van, arra még mindig várni kell, szóval még mindig nem tudok a kályához hozzákezdeni. Úgyhogy azért látjátok most ezt szüntükkel, hogy ezt a projektet folytatom. Fekszik. Jaj, de nagyon fek. Vagy mégse. Olyan nincs. Olyan nincs, hogy nem férsz be, mikor innen vettelek le. Igaz, ez már nem most volt. Olyan nincs, hogy nem férsz be. Hát a samottéglára mondjuk nagyon nem kéne ráállni. Főleg úgy, hogy erre a kavicsos sóder és akármire van lerakva. Azért mondom. Jó. Kérem a következőt. Ez mennyivel nehezebb. Azt nem mondom, hogy nedves, mert volt ideje kiszáradni. Egész télen át. Forgassunk rajta. Hát úgy látom, hogy ennek aztán végképp mindegy, hogy áll. Kénytelen leszek esetleg ezt is rusztikusra csinálni? Gondolkodom rajta egyébként, hogy ezt lehet, hogy le fogom kenni majd ezeket a gerendákat sötét színűre. Legyen egy kis flick-flack benne, legyen egy kis kontraszt. Majd még ezt is megálmodom. Meg a játék. Ezt nem kell megálmodni. Hova mész? Itt van paraszt. Keresd akkor, ha béna vagy.